Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Február 12-e péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Érkezik a 13. havi nyugdíj első részlete, ami átlag nyugdíj esetén közel 38 ezer forintos többletet jelent. A juttatást a kormány a gazdasági újraindítási akcióterv részeként fokozatosan építi vissza. 1992 óta minden év február 11-e a betegek világnapja, amikor a betegeket és ápolóikat köszöntjük. Győrben idén is a Szigeti Szent Rókus templomban tartottak ünnepi szentmisét. Az idei évben is útjára indul a Győr Plusz Média és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ városismereti vetélkedője. Az Arabóna évszázadai feladataiban is megjelenik a 750 éves Győr történelme. Érkezik a 13. havi nyugdíj első részlete, ami átlag nyugdíj esetén közel 38 ezer forint többletet jelent a szépkorúaknak. Erről a családokért felelős miniszter beszélt közösségi oldalán, ahol Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy a gazdasági újraindítási akcióterv részeként a kormány fokozatosan visszaépíti a 13. havi nyugdíjat. Idén plusz egy heti, jövőre két heti, utána három heti, majd teljes havi nyugdíjat kapnak a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők. A 13. havi nyugdíjat Győr országgyűlési képviselője is komoly lépésnek tartja, ezzel ugyanis még nagyobb lesz a nyugdíjasok mozgástere. Jó hír az időseknek péntektől, ahogy mondani szokták, egy kis plusz pénz áll a házhoz. Mostantól érkezik ugyanis a nyugdíjasok számára a megígért 13. havi juttatás első részlete. A kormány a gazdaság újraindítási akcióterv részeként fokozatosan építi vissza a baloldal által korábban elvett plusz juttatást, ami Győr országgyűlési képviselője szerint fontos lépés. A parlamentben döntöttünk arról, hogy visszavezetjük, visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat. Kormány javaslatára az országgyűlés fogadta el ezt a törvényjavaslatot. Korábban a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, most mi visszaadjuk, visszaépítjük 4 éves lépcsőzetes keretben. Idén a negyedét kapják meg a nyugdíjasok, tehát a 25%-át, és ugye ezekben a napokban viszik ki a postások a szokásos havi nyugdíjfizetéssel együtt, akik bankszámlára kapják a nyugdíjukat, őnekik pedig a mai napon írják jóvá a számlájukon. Akinek nem a bankszámlájára érkezik a plusz pénz, azoknak a postások kézbesítik azt a következő időszakban. A képviselő nekik is külön köszönetet mondott, hiszen sokszor így most a didergető mínuszokban is emberfeletti teljesítmény nyújtanak. A borzalmas koronavírus járvány idején nagyon sok embernek tartozunk köszönettel, akik az ország mindennapi működésében, működtetésében vesznek részt. Különböző szakmákhoz tartoznak. Én most szeretném megköszönni a postai dolgozóknak, a postásoknak a helytállásukat és azt a nagy elkötelezettséget, amellyel a hivatásukat végzik. Én azt gondolom, hogy akik most megkapják a 13. havi nyugdíjat ezekben a napokban, ők érzékelhetik, hogy tényleg hóba fagyban, óriási szélviharban, a postások mindig ott vannak, számíthatunk rájuk, nagyon szépen köszönjük nekik. A 13. havi nyugdíj is a gazdaság újraindításának része, tette hozzá Kara Ákos. A képviselő még több más fontos intézkedést is kiemelt az akciótervből. A gazdaság újraindítási akcióterv keretében többféle élethelyzetben levő és többféle korosztályt támogatunk a kormánynak a kezdeményezésére. Így például a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességet 2022-től vezetjük be. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos intézkedés a fiatalok számára az életkezdéssel kapcsolatban. Azok számára, akik most szeretnék a lakásukat felújítani, számukra 6 millió forintos támogatást ad a kormány, ebből 3 millió forint az, amit nem kell visszafizetni. Ezt lakásfelújításra lehet fordítani. Az idősek számára visszaépítésre kerül a 13. havi nyugdíj, és a kormánynak számos más olyan intézkedése van, ami segíti a gazdaságnak az újraindulását. A legkisebb vállalkozások például 10 évre 10 millió forintot kaphatnak 0%-os hitelként, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell kamatot fizetni, ráadásul van 3 év fizetési moratórium. A költségvetésből összesen 90 milliárd forintot fordít a kormány a 13. havi nyugdíj visszavezetésére, ami tovább növeli az idősek mozgásterét.
1992 óta február 11-e a Betegek Világnapja. A világnapi megemlékezéssel az egyház kívánja háláját és elismerését kifejezni mindazoknak, akik életüket szentelték annak, hogy a betegekkel vagy a szenvedőkkel foglalkozzanak. Győrben az Egészséges Nemzedékért Alapítvány minden évben szervez Betegek Világnapi ünnepséget Szigetben, a Szent Rókus templomban, ahol ezúttal dr. Veres András megyés püspök celebrált szentmisét és szolgáltatta ki a betegek kenetét. 2021. évben a Betegek Világnapján itt a Győr-szigeti templomban a betegek kenete szentségének kiszolgáltatása alkalmából. Köszöntöm a betegeket, akikért és idős testvéreinket, akikért évente megrendezzük ezt az ünnepséget. Köszöntöm a kedves vendégeinket, és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm megyés püspökünket, dr. Veres András püspökatyát. A Betegek Világnapja alkalmából szentmisével egybekötött megemlékezést tartottak csütörtökön a győr-szigeti Szent Rókus templomban. Dr. Schmidt Péter elmondta, ebben a helyzetben még inkább fontos, hogy imádsággal is segítsék a betegek gyógyulását. A mai szép ünnep ugye a Szent II. János pápa 1993-ban határozta el, hogy február 11-ét az első Lourdes-i jelenés ünnepét tartja a Betegek Világnapjának. Akkor egy egyszerű ünnepség volt 93-ban, nem is gondoltuk, hogy minden évben, az elmúlt 30 évben szép ünnepséget tartottunk. Végigjártuk Győrváros valamennyi katolikus templomát, utána 5 éven keresztül a Felvidéken voltunk, és megyés püspök úr javaslatára visszatértünk Győr-szigetbe. Valamennyien voltunk betegek, lehetünk betegek, illetve a továbbiakban arra törekszünk, hogy ez a mai szép ünnepség is hozzájárul ahhoz, hogy a COVID-19 járvány leküzdésével orvosok, egészségügyi dolgozók megbecsülése még nagyobb legyen. Meg kell mondanom, ezt a megbecsülést egyre jobban érezzük. Érezzük, hogy sokkal jobban fordulnak hozzánk, nagyobb a bizalom, és ezt a továbbiakban is szeretnénk továbbra is erősíteni. Nagyon sokan 2020 tavaszáig nem jártak templomba. Ateisták voltak, nem imádkoztak, és megdöbbentő módon egyre többet tapasztaljuk, hogy hozzátartozunk gyógyulása érdekében. Minél fontosabbnak tartják a vallásos érzést, ha nem is mélyen vallásosak, de arra törekednek, hogy a betegek érdekében minél több imádsággal segítsék a gyógyulásukat. A szentmisét dr. Veres András megyés püspök celebrálta, aki a szentmise végén a jelenlévő betegeknek kiszolgáltatta a betegek kenetét. Az a gondolat jutott eszembe, amit a Szentírásban több helyütt is találhatunk, ahol Jézus megjelent, oda mindig elvitték a betegeket, gyógyulást kérve, remélve Jézustól. Ezért jöttünk most ide az oltárhoz is, hogy beteg testvéreinknek gyógyulást kérjünk, és Isten áldásával megerősítve küldjük őket haza, hogy további életükben még inkább Isten segítő szeretetével, gondviselésével tudjanak számolni. De abban is biztos vagyok, hogy mindnyájunknak szüksége van, hiszen senki sem teljesen egészséges köztünk, nem csak fizikálisan, hanem lelkileg is javunkra válhat, ha Isten segítségét, Isten áldását kérjük. Győrváros képviseletében dr. Pergel Elza alpolgármester is részt vett a szentmisén, aki azt mondta, mindig fontos megemlékezni a Betegek Világnapjáról. Most azt az időszakot éljük, amikor egy világjárvány kellős közepén vagyunk, a fizikális megbetegedés mellett a bezártság, az elszigeteltség, az esetleges munkahely elvesztés okozhat nagyon kemény és nagyon fájdalmas lelki problémákat is. Hát mikor aktuális, ha nem most, az ünneplés, és az ünneplést itt most idézőjelbe kell, hogy tegyem, nem ünnepelünk, hanem emlékezünk, és hívjuk segítségül ennek a világnapnak a kiinduló pontját, 1858. február 11-ét. A hagyományt szeretnék a következő években is ápolni, és méltó módon emlékezni a betegekre, illetve ápolóikra is. Az idei évben is útjára indul a Győr Plusz Média és a Molnár Bertalan Művelődési Központ közös városismereti vetélkedője, az Arabóna évszázadai. Ezúttal nem csak a diákokat, de a város felnőtt lakóit is várják az izgalmas játékra. Az ünnepi évben természetesen a vetélkedő feladataiban is megjelenik a 750 éves város történelme.
Az aktuális városismereti totót két hetente találják majd meg a Győr Plusz heti lapban. A tavalyi évben is nagy sikert aratott az Arabóna évszázadai városismereti vetélkedő. Idén pedig a játék szorosan kapcsolódik az ünnepi 750. évfordulóhoz. A Molnár Vid Bertalan Művődési Központ által szervezett játékban részt vegyenek, ami abból fog állni, hogy a Győr Plusz média felületein, illetőleg a hellogyor.hu honlapon, illetőleg a Facebook oldalamon két hetente kérdéseket találnak majd, egy 13+1-es totót kell majd kitölteni, amire két hét áll mindig rendelkezésre, tehát összesen 3 hónapon keresztül fog folyni a játék, és a helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki, amik részben a 750 éves Győrrel kapcsolatosak, részben pedig egyéb más ajándékokat, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt ebben a játékban, hiszen így felmérheti a tudását, hogy mennyit tud Győr városáról, illetve olyan feladatok is lesznek, amiben aktívan részt kell venni ahhoz, hogy a megoldást, megfejtést azt pontosan ki tudják tölteni. Részleteket a molnarvid.hu, a Hello Győr, illetve a Győr Plusz honlapján találhatnak. A vetélkedő első fordulójának menetéről és szabályairól a játék főszervezője beszélt. A játékmenete a következő. Az első részben 13+1-es totó kérdéseket kell majd kitölteni, ami február 12-től minden második héten a Győr Plusz újságban jelenik meg. Továbbá megtalálható lesz majd polgármester úr Facebook oldalán a Győrváros, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, a Győr Plusz és a Látogató Központ Facebook oldalán, valamint a molnarvid.hu-n, a hellogyor.hu-n és a győrplusz.hu-n. 6 izgalmas témát dolgoztunk ki, a kitöltött feladatlapokat pedig az arabona@gyorplusz.hu címre várjuk, illetve a Győr Plusz média szerkesztőségébe, Győr 9023, Kodály Zoltán utca 32/A. Tehát ide postán lehet majd beküldeni ezeket a lapokat. A diákokat külön tájékoztattam ezzel kapcsolatban, ők az én e-mail címemre kell, hogy beküldjék a kitöltött feladatlapokat. Az egyes feladatok leadási határideje mindig megtalálható lesz az aktuális játékszelvényen. A Művelődési Központ igazgatója elmondta, a verseny fontos szerepet foglal el az intézmény életében. Méltán foglal egy fontos szerepet intézményünk életében ez a játék, hiszen valóban ez alatt a 8 év alatt nagyon sok felső tagozatos gyermeket meg tudunk szólítani, mind a helyi iskolákból, mint az egész Győr területéről, sőt, ugye Győr környéke is becsatlakozott most már az utóbbi években. És azt hiszem, hogy ez a játékunkkal el tudjuk érni azt a célt, amit az intézmény kitűzött maga elé, hogy a gyerekekben, a résztvevőkben a lokálpatriotizmust, illetve úgy vegyük be, hogy gyakorlatilag egy játék keretében, tehát ők szórakozva tanulják meg a városoknak a fontos tudnivalóit, fontos területeknek a tudnivalóit, miközben egy játékon vesznek tét tulajdonképpen. Győr Szent Iván képviselője büszke arra, hogy a kezdeményezés a városrészből indult. Ez nagyon fontos Szent Ivánnak, nagyon örülök annak, hogy ez az egész verseny, ez a Molnár Vid Bertalan Művelődési Háztól indult ki. Itt jött az ötlet is, és mai napig is a munkatársak ezzel foglalkoznak, és ezt nagy lelkiismerettel és nagy beleéléssel végzik és folytatják. Rengeteg műsor volt benne, a sporttól kezdve az építészetig város történeti különböző aspektusai voltak. Nagyon köszönjük azt, hogy a szponzorok részt vettek benne, rengeteg szakember vett részt, hiszen a kérdéseket összeállítani az sem volt túlságosan egyszerű. Tulajdonképpen ez azért nagyon fontos a gyerekeknek, illetve ezen keresztül a városnak is rengeteg ismeretanyagot, rengeteg újat tudott nyújtani. Az ünnepi programok városi főszervezője elmondta, öröm, hogy a népszerű játékban is szerepel a városávállásnak kerek évfordulója. Nagyon nagy örömömmel szolgált, amikor Prédliné Németh Margit megkeresett, ugye ő itt a főszervező a Molnár Vid Bertalan Művelődési Házban, hogy ez az eseménysorozat, még ha csak online kereteken belül is zajlódhat sajnos a pandémia miatt, beilleszthető a
Győr 750-es jubileum évben. Ugye nagyon fontos, hogy Győr a várossá válásának ünnepli 750. évfordulóját, és a fiatalokat szerintem mindenképpen tanítani, kupálni kell arra, hogy bizony ismerjék meg ne csak Szent Iván, hanem Győrváros történelmét is. Ugyanis véleményem szerint, aki nem ismeri a történelmét, annak se múltja, se jelene, de jövője sincs. Úgyhogy ez a kvíz sorozat, ez mindenképpen jó lesz, és sajnálatos módon remélhetőleg, amikor a nyári immunitás eléri azt a fokát, akkor ezt már tényleg nagy közönség előtt is be lehet mutatni, de most ez jelenleg jó, és büszkeséggel tölti el a városvezetést. Az első kvízkérdés már megtalálható a legfrissebb Győr Plusz heti lapban, a média weboldalán, a Művelődési Központ hivatalos oldalán és a hellogyor.hu-n is. Új kutakkal készül a nyári csúcsfogyasztásra a vízszolgáltató. A Pannonvíz a hideg februári napokon sem tétlenkedik, hiszen a város határában most is kútfúró szakemberek dolgoznak. A munkák során mintegy 40 méteres mélységig fúrt le az alvállalkozó, és a 40 cm átmérőjű szűrőcsövet is beépítették már. Az új kuta tervek szerint percenként 3000 literes vízrohamra képes majd, és valószínűleg májustól be is kapcsolják a működő rendszerbe. Az új kútból is ugyanaz a kiváló minőségű ivóvíz érkezik a fogyasztókhoz, amihez az elmúlt években hozzászokhattak a győriek és a környékbeliek. A Réfalói vízmű, ahova most még a korábban furt kutakból kerül a víz, a Pannonvíz azonban folyamatosan frissít, most is már a nyári csúcsfogyasztásra készül a szolgáltató. Ennek érdekében fúrnak új kutakat Győr határában, még ebben a dermesztően hideg februári időszakban is. Itt a talpunk alatt lévő kavics talajba nagyon értékes vízkészlet van. Úgy kell elképzelni, hogy innen a nyugati irányból az Alpoknak a folyói rengeteg hordalékkal töltötték fel itt a környékünket. Ebbe a kavics talajba fúrtuk a kutyainkat. Egyébként itt alattunk olyan 60-80 méter mély, a sziget közepén ásványráról körül olyan 200-300 méter mély kavicsot találunk. Érdekesség, hogy én a kórház új szárnyának építésekor láttam is ezt a kavicsot, hát nyilván az már éppen nem a sziget köz volt, de ugye ott nagyon mélyre leástak, és ott bizony az 5-6 méter alatti mélységbe láthatóvá vált az a kavics talaj, ami itt alattunk ezt a nagyon értékes, jó minőségű vizet tárolja. Körülbelül 40 méter mélységben leltek rá a jó minőségű vízre a szakemberek. A munka nagy részével már végeztek, beépítették a szűrőcsövet is. A szakemberek percenként 3000 liter vízhozamra számítanak az újonnan fúrt kútból. Rendszeresen kell kutakat fúrnunk, hiszen a meglévő kutyaink elöregednek. Ez egy természetes folyamat. Ahogyan a kút felé áramlik a víz, kimossa a talajba a járatokat, a vastartalom azért kiválik a talajba is, és leszűkül a vízáramlása, a kúthoz való vízáramlás. Emiatt először talán sikerül regenerálni ezeket a kutakat, kompresszorozni, levegővel jól átmosatni, de amikor már sokadik ilyen eljáráson vagyunk túl, akkor már nincs mese, muszáj felújítani. Úgynevezett melléfúrásos technológiát csinálunk, amivel hát remélhető, hogy ugyanazt a vízadó réteget fogjuk eltalálni, hiszen nagyon közel van, itt van mellettem a meglévő kut, itt pedig az új. Gyakorlatilag ugyanazt a vízadó réteget el fogják találni. A Pannonvíz az elmúlt évben két kutat fúratott Szőgyén és kettőt Réfaluban. Idén is ebben az ütemben szeretnének készülni a nyári kiugró fogyasztási időszakra, tette hozzá a diszpécser szolgálatvezető. A Magyar Fitness Termek Országos Szövetségéhez az elmúlt hónapokban több mint 700 edzőterem csatlakozott, jelezve, hogy a járvány második hulláma miatt nehéz helyzetbe kerültek. Freiman Sándor, a szervezet elnökségi tagja a Győr Plusz médiának elmondta, a szövetség kidolgozott egy javaslatcsomagot, melynek egyik fontos része, hogy az amatőr sportolók is látogathassák az edzőtermeket. A szövetség petíciójában megfogalmazta, az ágazat fennmaradásához mindenképpen kormányzati támogatásra van szükség. Néhányan edzenek Győr egyik legnagyobb 2600 négyzetméteres fitness termében. Jelenleg csak igazol sportolók járhatnak az edzőtermekbe.
Ezen változtatna a Magyar Fitness Termek Országos Szövetsége, amelynek elnökségébe beválasztották Freiman Sándort. A szervezet legfontosabb feladata jelenleg, hogy megoldást találjanak a pandémia miatt kialakult válságra. Adtunk be petíciót, ebbe több dolog volt, szeretnénk segítséget kérni, hiszen itt nagyon sok kiadása van egy vállalkozásnak, és hogy valamint túl tudjuk élni ezáltal valamilyen kis kompenzációt, akár a bérleti díjba, akár magába a forgalomkiesésbe, hogy az embernek ne kelljen csődbe mennie. Ez volt az első számú beadásunk, a másik az, hogy tudunk kinyitni. Tehát mi felvázoltunk egy forgatókönyvet, ami tavasszal is működött, sőt még annál a szigorúbb változtatásaival adtunk be, hogy hát hogyha elfogadnák, akkor mi így tudnánk újra nyitni, vagy szeretnénk újra nyitni, így át tudnánk vészelni magába ezt az időszakot is, és valószínű, hogy az embereknek is jobb lenne, magának az államnak is. Többek között négyzetméter arányosan határoznák meg, hogy mennyien tartózkodhatnak egyszerre az edzőtermekben. Belépéskor kötelező lenne a fertőtlenítés és a testhőmérséklet mérése. Az edzőtermek most nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. Hál' Isten tavasszal, amikor volt az első hullám, ott az edzőtermeket nem érintette, hanem egy korlátozással, amiket be kellett tartani, üzemelhetett. Ezt kutatások, európai uniós kutatások bizonyítják, hogy 500 ezer ember tesztelésével 100 ezer belépésre, tehát egy edzőterembe 100 ezer belépésre 1,7 fertőzöttet tudtak felmutatni, tehát szinte ez a maga az edzőtermi világ az szinte teljesen vírusmentes. Egyértelmű, hogy azért mindig lehetőség, ha az ember más emberrel találkozik, akkor elkaphatja a betegséget, de ez itt talán a legminimálisabb, és valamint a sportolással, ahogy mondják, az immunrendszer erősödik, és ezáltal, hogyha esetleg elkapja valaki a betegséget is, nagyobb esélye van, hogy könnyebben kijön belőle. Freiman Sándor szerint valahogy túl kell élni ezt az időszakot, ami azért nehéz, mert 4 hónapja szinte egy fillér sem folyik be a kasszába, ugyanakkor a bérleti díjat és az alkalmazottak bérét fizetni kell. Nagyon rossz helyzet van, hiszen most már a 4. hónapja, talán most már 5. fog kezdődni, bevétel nélkül vannak ezek az edzőtermek. Minimális kis kapu van, hogy igazolt sportolók jöhetnek, de hát ezek még azt a költséget se fedezik, hogy zárva vagyunk, vagy hogy kinyitottunk, hiszen a nyitvatartásnak plusz költségei vannak. Ami sok helyen szerencse, hogy vagy valakinek saját magáé az edzőterem, vagy nagyon sokan bérbe adónak, aki kedvezményeket ad, tehát nem kell teljes bérleti díjat fizetni. Az elmúlt hónapokban a Magyar Fitness Termek Országos Szövetségéhez már több mint 700 edzőterem csatlakozott, amelyek bíznak abban, hogy a kialakult helyzetre sikerül megoldást találni. Már csak 2 nap és újra itt van Valentin nap, vagyis a szerelmesek ünnepe. Az Amerikából származó jeles napot idehaza is évek óta tartja a párok többsége. A Valentin nap lényege, hogy ilyenkor a férfiak elsősorban virággal, de akár más apró ajándékokkal is kifejezik érzelmeiket párjuknak. Győr egyik népszerű virágüzletében is készülnek a február 14-i rohamra. Azt mondják, várják a szerelmes fiúkat és férfiakat, akik ilyenkor többnyire néhány szál vörös rózsát vagy tulipánt, ritkábban virágdobozt vásárolnak párjuknak. Folyamatosan érkeztek a vevők ebbe a virágüzletbe, de pénteken még nem érződött a forgalmon, hogy 2 nap múlva itt a Valentin nap. Az Amerikából származó szerelmesek ünnepe idehaza ugyan sokakat megoszt, mégis sokan lepik meg ilyenkor párjukat egy kis figyelmességgel. A világon, mindenhol, így Magyarországon is, a vörös rózsa a domináns, az a favorit virág Valentin napon, úgyhogy nagyon nagy mennyiségben készülünk vele. Ez körülbelül a forgalomnak ugye 80%-át teszi ki ezen a napon, a maradék 20%-ban az összes többi tavaszi illatos színes virágot keresik. A sláger persze ilyenkor a hagyományos vörös rózsa, de tulipánt is sokan választanak kedvesük számára, sőt a cserepes virágok is népszerűek Valentinkor. Ha nem vörös rózsa, akkor a rózsának nagyon sokféle színe van, az is nagyon keresett, ugye, mint te is szereted a tulipán, a második torony magasan a tulipán. Hát a rózsa önmagában is nagyon szép, tehát ugye sok levele van, szép nagy feje van, mi hosszú szárú rózsákat árulunk, nagyon jó minőségben, egy szálban is szépen mutat, a többség azonban díszítve, csokorba, akár 9-től
nagyon nagy számú csokrokat kérnek, amit ugye szívecskékkel, feliratokkal, díszpapírral, masnival szoktunk díszíteni. Ebben az üzletben biztosan nem lesz hiány Valentin virágaiból, még úgynevezett virágdobozokat is készítettek azoknak, akik extra igényekkel jönnek vásárolni. Virágdobozokat még mindig nagyon keresik, ez most már több éve divatos. Cserepes virág is fogy egyébként, ott szintén a rózsa az első, amit keresnek, de az orchideát, a tavaszi virágokat szintén viszik cserepesben is. A szerelmesek ünnepén a vásárlók döntő többsége férfi, a hölgyek legfeljebb csak megbízásból vesznek ilyenkor virágot. A férfiak vásárolnak 99%-ban, hölgy ilyenkor csak akkor jön be, hogyha más alkalomra veszi, vagy hogyha egy fiatalember éppen nem ér rá és megkér egy hölgy ismerőségét, hogy vegye meg neki a virágot. Vasárnap tehát Valentin nap, a Mónus Illés úti boltban pedig nagyon várják a szerelmes vásárlókat, akik ezúttal már simábban juthatnak be az üzletbe, az épület előtti járdát ugyanis a napokban teljesen felújították. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb február 15-én hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.